mese, ahol úgy hangzik el ez a dolog, hogy akkor, amikor már teljesen ott feladott mindent, és akkor elmegy egy ilyen csónak a közeli patakban, ahol a zenész arra tanítja a tanítványát, hogy látod, fiam, hogyha a húrt nem húzzuk eléggé fel, akkor nem szólal meg szépen, de ha meg túl húzzuk, akkor meg elpattan. Ezért a húrnak a közép állása az az, aminél szép hangot ad a hangszer, és az Buddha meghallja, de lényeg az, hogy valahogy ráérad arra, hogy a közép út az, amit meg kell találnia. Tehát nem a szélsőséges aszketizmus, nem is az élvezeteket, hanem a közép utat.